Nyilván neked már nem ez volt az első alkalom, hogy az Újpest ellen játszottál, de mégis milyen érzelmekkel szoktál várni még mindig egy ilyen meccset? Hát nagyon nehéz. Szóval most is dúlnak bennem az érzelmek, azért le kell, hogy csengjen ez még. Büszke vagyok a csapatra, hogy így alakult ez a mérkőzés. El kell mondanom, hogy nagyon nagy tisztelettel fordultunk az ellenfél felé. A vezetőedzőnk is felhívta ezt a figyelmünket rá, hogy legyünk nagyon koncentráltak, mert nagyon jó formában lévő csapattal találkozunk, egy nagyon jó csapattal, ezt ki kell mondani. De hát ezért vagyok nagyon büszke a csapatra, mert megoldott ezt a feladatot, és ugye a klub történetében először kupadöntőbe jutott. Ez már egy fantasztikus élmény lesz számunkra, hogy a Puskás Arénában tudunk majd játszani másik ágról, hogy mindegy, hogy ki jut be, de készülünk arra a mérkőzésre is. Nagyon boldog voltam, megmondom őszintén, mert ilyenkor az érzelmeket félre kell tenni, de azért nem ünnepeltem, mert tisztelem az Újpest szurkolókat, sok barátom van ott, és úgy gondolom, hogy nagyon jó kapcsolatom volt velük, amikor ott futballoztam, és ő miattuk nem szerettem volna ünnepelni a gólomnál, de tényleg erre a meccse, már a meccse előtt is mondtam, hogy minden érzelmet félre fogok tenni, mert a Paks, tehát csak arra fogok törekedni, hogy a Paks sikeres legyen. És az mennyire extra egyébként, hogy az első két gólt pont a két ex újpesti hozta össze? Igen, hát most ilyen kulisszatitkokat nem akarok elárulni, de tegnap volt az elnök úrral egy beszélgetésünk, hat szem közt, és hát most nem is kiélezve ezt az érzetet, mert ezt a csapat érte el ezt az érdemet, hogy bejutott ugye a döntőbe, ez a csapatmunka volt, de azért elmondta, hogy bízik bennünk a Vindekerjócival, és tudja, hogy számunkra milyen speciális ez a mérkőzés, mert sok évet eltöltöttünk ott, és tudja, hogy még milyen kötődés, még viszony fűz minket az Újpesthez, meg fog mindig is kötni, van ott sok barátunk. Azt kérte, vagy azt várta, hogy most vegyük a hátunkra a csapatot, és vigyük be a döntőbe. Én megígértem neki, hogy majd a mai meccs folyamán erre majd választ adok, és boldog vagyok, hogy a Jóci góljával, meg az én megpattanó beadásommal tudtunk 3-0-ra nyerni itthon. Hogyha visszanézünk a Paks történelmébe, hogy honnan indult ez a klub, és hova jutott, csak magyar játékosokkal, tehát hogy ezt átérezte mindenki, hogy nem csak magunk miatt, hanem az egész klubnak milyen fontos ez a mérkőzés, és tényleg úgy mentünk bele, hogy az év meccse, vagy talán valakinek ez volt az élete meccse is eddig, mert majd utána a kupadöntő lesz, de tényleg nagyon, nagyon büszke vagyok a srácokra, és az egy plusz motiváció volt nekem, hogy én viseltem a szallagot, nagyon büszke vagyok rá. Még azt megnéztem is, ugye, hogy te voltál csapatkapitány, de ezért nem először. Nem, egyszer voltam a grupomában, a Fradi ellen, ott 3-0-ra nyertünk, az se volt rossz. De ez tényleg egy felejthetetlen élmény mindannyiunknak. És ez történelmi győzelem volt, ez pontosan érződött is a hangulaton. Leláttad, hogy mennyire fontos volt a paksiaknak. Hasonló hangulatot itt a Pakson már tapasztaltál, mint ami ma este volt? Hát nagyon nem, úgyhogy le a kalappal a hazai szurkolók előtt, az mi szurkolunk előtt fantasztikusak voltak. Köszönjük szépen, hogy biztattak minket, és ilyen sokan kijöttek a mérkőzésre. Remélem, hogy ez hátralévő pár meccsen is, meg utána a kupadöntőben is ez így lesz. Meg el kell mondanom, hogy el a kalappal az újpesti szurkolók előtt is, hogy ennyien eljöttek kedd este 8 órakor. Én tudom, hogy milyen ez, mert 7 évet ott voltam, sok nagy csatát megéltem, megéltünk együtt. Fantasztikusak, úgyhogy sajnálom, szerencsétlen verzió volt, mert jobb lett volna, hogyha döntőben találkozunk újra az Újpesttel, de így alakult, kemény profiknak kell lennünk, és le kell hoznunk ezeket a meccseket. Ha te választhatnál, akkor Győr vagy Fradi? Győr. És nem azért, mert nem szeretem a Fradit, vagy ilyesmi, hogy könnyebb lenne, hanem azért, mert ott futballoztam az Etóba, szép éveket töltöttem, ugye amikor kizárták a csapatot, akkor igazoltam el Újpestre, közel van a szívemhez a Győr, és azért jó lenne ott is az egész közegnek, hogyha ők is egy sikeres kupadöntőt játszhatnának, vagyis hogy oda eljutnának, az már ne legyen sikeres neki. És mit gondolsz, a Puskás Arénában folytatódhat a történelemírás? Én bízom benne. Az elmúlt időszakban nagyon kemény munkát fektettünk ebbe az egészbe.
nyilván nem akarok nagy szavakat használni, de bízom a csapatba, tudom, nap mint nap látom, hogy ki mennyit tesz az eredményért, a győzelmekért. Tényleg vértverejtéket izzadva minden nap küzdünk, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván pozitívan állunk az egész, ez már egy élmény lesz az, hogy a Puskás Arénában lehet kupadöntőbe játszani. Gondolom nagyon jó hangulat lesz, sok ember lesz, sokan lesznek kíváncsiak, aztán játszunk egy jó meccset, meglátjuk, hogy ki fogja nyerni.